A karácsony a legszebb ünnep. A legszebb ünnep a Földön, mert a szeretet ünnepe. Nekem egy varázslat, de valószínűleg ez gyerekkorból adódik, mert akkor kialakult az emberben egy olyan fantázia, az én szüleim olyan milliót tudtak teremteni, hogy az valami csoda volt, és ez a mai napig is tart. Tehát ez nem tud kihűlni, ez az érzés. Az idei karácsony az azért lesz mindenek felett csodálatos, mert 7 hónapos az unokám, a Vince. Már előre várom, hogy a kis megnyilvánulásait, a szemének a ragyogását, a kis mosolyt az arcán, amikor meg fogja látni, és igyekszem neki is megteremteni azt a varázslatot, amit nekem megteremtettek a szüleim annak idején. Előtte olyan nehéz munkák vannak, amiket el kell végezni, hogy az már úgy minden rendben legyen, De az erőlétem az azért megvan, hál' Istennek, mert rátaláltam arra a bizonyos gyógynövényes szerre, ami rendbe hozza az ízületeimet. Mert hát már 70 éves vagyok, tudod, hol itt fáj, hol ott fáj, hol amott fáj, de ez a bizonyos gyógynövény készítmény, ez gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító, tehát amikor én ezt szedem, akkor ez rendbe hozza ezeket az ízületi problémáimat, mert én folyamatosan szedem. Van benne indiai tömjén, kínai sárga vezér nevezetű szer, ami 160 hatóanyag, illatos ibolya, ami nekem csak ebben is van, de nem tudom, nem azt rágom, inkább hanem ezt a szert. Az orvosom is azt mondta, hogy ez csodálatos, és szedjem. Most már előjöttek ezek az ízületi problémák a túlfeszített munka kapcsán, amikor már a vállam, a térdem, a csípőm, tehát minden olyan bajom megvan, ami a hozzám hasonló 70 éveseknek megvan, és rátaláltam erre a szerre, és aztán 2 hét után már éreztem, hogy sokkal jobb, és azóta folyamatosan szedem kis kihagyással.